Sziasztok! Ahogy azt ígértem, érkezem a testápolási kedvences videóval, közben Muffin hátul csipog a kis csipolós bánájával. Muffinka, ez most nem kéne. És kezdjük először a fürdőtermékekkel. Az első egy egyébként érdekes kedvenc, ugyanis vannak fura tulajdonságai, úgyhogy mindenképpen lesz majd részletes bejegyzés róla a blogon. De alapvetően nagyon szeretem. Ugyanis ez egy gránátalmás csokoládés habfürdő, és eszméletlen jó illata van. Tehát attól, hogy nem sima csokis, hanem van mellette egy fanyar gyümölcs illat, a legjobb kényeztetés szerintem térre. Úgyhogy nagyon-nagyon bevált ez nekem. Annyi dolog van vele, hogy viszonylag sokat kell belőle használni ahhoz, hogy érződjön az illata úgy rendesen, de ettől függetlenül nagyon szeretem. Emlékeim szerint 700 forint környékén kapható a DM-ben. Egy másik fürdéssel kapcsolatos kedvenc a Standards-nek a csokoládés bőrradírja. Azt mondja, hogy déli csokoládés bőrradír, és azt kell róla tudni, hogy nem csupán simán csokoládés illata van, hanem a benne lévő őrült kávészemcséknek köszönhetően kávés mellék illata van. Tehát teljesen olyan, mint a kávés bombon, a zsebkávés bombon. Úgyhogy nagyon-nagyon jó illata van, és ez nagyon sokáig meg is marad a bőröm. Valamint azt kell róla tudni, hogy nem habzó testradírról van szó, hanem tényleg olajok vannak benne, tápláló olajok, cukorszemcsék, őrölt kávé és csokoládé, gondolom kakaópor formájában, és ezáltal tisztítja a bőrt, de mivel régen a rómaiak is olajjal fürödtek, ez engem nem igazán zavar, hiszen érzem, hogy tisztul a bőröm, leszedi az elhalt hámsejteket, az olajoknak köszönhetően megfelelően táplál is, tehát testápolózásra sincsen rá, nála szükség, és még másnap reggel is szoktam érezni, hogyha este használom, tehát abszolút tartós az illata a bőrön. Egyébként fólia védte a terméket még az elején, és hát így néz ki, hogy az olajok így kiülnek a tetejére, és alul van a cukor. Nem tudom, hogy most azt látjátok-e, próbálom nem kiborítani. És mivel valódi és nagy cukorszemcsék vannak benne, ezért hosszan lehet vele radírozni a bőrt, és rendkívül hatékonyan is, tehát nem olyan, mint a Body Shopnak a csokis testradír, hogy elég hamar feloldódnak benne a cukorszemcsék. Van itt 4 tusfürdős kedvenc, ugyanis egyszerűen nem tudtam választani, mindegyiket nagyon szeretem. Kezdeném a kifejezetten téli illatokkal. Nagyon sokan azt mondják, hogy a kókusz az egy nyári illat, nekem az olyankor sok lenne, ugyanis én télen vonzódom valamiért az édes illatokhoz. Tehát ilyenkor jöhet a csokoládé, a kókusz, a vaníliás illatok, és az első, amit szeretnék megemlíteni, ez a Body Shopnak a kókuszos fürdőkrémje, ugyanis ez nem sima tusfürdő, hanem annál krémesebb, és elég sűrű termékről van szó, tehát úgy szoktam, hogy teszek belőle a tenyerembe, egy kis vizet is mellé teszek, és úgy dolgozom el a bőrömön, mert különben annyira sűrű, hogy egyszerűen nem tudom elkenni, hiába van bevizezve a bőröm már előtte. Rendkívül tápláló, az érzékeny területeken sem okoz gondot, sőt, úgy érzem, hogy jót tesz nekik. Nagyon szeretem azért, mert hogyha ezt használom, akkor nem feltétlenül kell utána a testápolóznom még a hideg időjárás ellenére sem. Tehát nem szárít, táplál, krémes és isteni az illata. Nem arról a kókusz illatról van szó, amelyet általában kozmetikumok terén lehet érezni, az édes, émeítő, túlerős kókusz, hanem tényleg az, amelyet a kókusz felvágásakor érzünk. Tehát nagyon-nagyon jó, igazi kókusz illatról van szó. És egyébként azt ajánlotta nekem Enjoy the Style Reni, már megint őt emlegetem, hogy ebből vásároljam meg a testradírt, mert ez nem fog csalódást okozni. Ugyanis a csokoládés testradírnál egy rendkívül kellemetlen mellékillatot éreztem, csak úgy, mint a kakaóval és tusfürdőnél, és emiatt nem igazán szerettem, de ő azt írta, hogy a kókuszosból még a testradír is nagyon jó, úgyhogy mindenképpen teszteni fogom azt is. Szintén tipikus téli illat, és szintén egy érdekes állag az Yves Rocher-nek a, hát a világ kertjei termékcsaládjába tartozó makadámdiós tusfürdő, és róla azt kell tudni, hogy egy viszonylag folyékony tusfürdőről van szó, és ő nem olyan szempontból testápolószerű, hogy krémes, hanem az állaga is olyan, mint a folyékonyabb testápolóknak, tehát nagyon érdekes, és nem is habzik annyira, habzik valamennyire, de abszolút úgy érzem, hogy egy tápláló termékkel kenegetem a bőrömet tusolás közben, és az illata fenomenális. A kinyitása ugye nehéz lehet sokaknak, tényleg kicsit bonyolult, nehezen felpattintható. Az illata viszont olyan, mint valami vajas, mandulás, krémes süteményé,
és ez nem a rossz értelemben, tehát ez sem az az émeítő illat, amely sok lehet esetleg sokaknak, nekem is sok lenne, hanem egy rendkívül kellemes illatról van szó. Ha jól emlékszem, 690 forintért kapható az Yves Rocher üzleteiben, sajnos egyelőre webshopjuk nincsen, bár azt ígérték, hogy december környékén beindul, még karácsony előtt. Én ezt nagyon remélem, mert sajnos nem sűrű jutok el a boltjaikba, bár most abszolút tervben van egy túra oda néhány másik bloggerrel. És szintén ebből a termékcsaládból a kávé, a brazil kávés, az, amelyik ez a tipikus krémtűsfürdős állag, tehát nem az előbbi érdekes extra állag, hanem tényleg a krémtűsfürdőkre jellemző állaga van. És sokan írták azt, hogy ez számukra túl émeítő, és abszolút egyetértek vele, mert nyáron abszolút nem tudnám ezt elképzelni. Viszont amint jönnek a hidegebb idők, átváltok a reggeli tusolásnál a narancsos frissítő illatokról a kávés frissítő illatra, és ez az a tusfürdő, amelyet annyira nagyon szeretek, hogy van belőle egy pótpérlányom, hogyha netán megszűnne valamiért az Yves Rocher-nál, nekem akkor is legyen belőle, mert annyira nagyon szeretem. Tehát tényleg kinyitja az ember, és tusolás közben is ugyanazt az illatot érzi, semmilyen rossz mellékillat nem lép fel. Tipikus teljes kávé illat, olyan frissen főtt teljes kávé illata van. Egyszerűen nem tudom megütni, és hogyha nem testápolózom utána, egyrészt nincs gond, mert nem szárítja a bőrt, másrészt pedig több órán át megmarad. Másnap reggel már annyira nem érzem, bár voltak esetek, amikor ez sikerült elérni, de 3-4 órán keresztül biztosan, tehát olyankor szoktam szagolgatni a bőrömet, annyira jó illata van, nagyon szeretem. És ez is az érzékeny területeken sem okoz semmiféle gondot. És a negyedik tusfürdős kedvenc egy olyan kedvenc, amely már nincsen természetesen. Én nem tudom, hogy ez hogy működik. Én használtam a papajás testvajat. Imádtam, megszűnt a bálisoknál. Használom most a Málnás termékcsaládot, megszűnt a bálisoknál, úgyhogy nagyon remélem, hogy az időleges kivonás is esetleg jövő nyáron ismét visszajön mind a két illat, mert nagyon-nagyon szeretem őket. És most a Málnásat használom akkor, hogyha nyári nosztalgia illatra vágyom. Ez egy sima tusfürdő, zselés állagú, nem nagyon szárítja a bőr, de mindenképpen szoktam a zselés állagú tusfürdők után testápolást használni, és ilyenkor jön a képbe a testvaj. Na most azt kell tudni, hogy amíg a tusfürdőnek málna szörp illata van, addig a testvajnak málna joghurt illata, de tényleg tipikus joghurt illatról van szó. Ez a krémesebb fajta testvajak közé tartozik, tehát nem olyan, mint a papájás, amely tényleg csak a kezem melegére oldódott föl és lett krémes, hanem eleve is krémesebb annál is. Isteni az illata, és rajtam is érződik még másnap reggel, a hálószobában még akár 2-3 napig is. Tehát, hogyha nem is testápolózom még 2-3 napig, a hálószobában az ágyneműtől továbbra is málna illat van, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Ez tehát a nyári nosztalgia illatom. Na most van itt még testápolási kedvencben két arcápolási termék, ezekről hosszabban nem szeretnék nyilatkozni, hiszen szerepeltek az arcápolási rutinos videóban, remélem, hogy azt is láttátok. Az első a krémes arctisztító, a másik pedig az éjszakára használt arcmaszk, mind a kettőt csak ajánlani tudom, tehát hogyha valamilyen akciót ki tudtok fogni, vagy kuponos akcióban le tudtok rá csapni, akkor mindenképpen ajánlom mind a kettőt. Valamint megemlítenék még egy Body Shop-os szintén kézápolási terméket, a mandulásat. Ennek nagyon jó mandulásüti illata van, viszonylag gyorsan beszívódik, kicsit olajos jellegű, olyasmi, mint a Baleának az olaj testápolója a mandulás, illetve az idei pisztáciás, tehát olyasmi állagról van szó. Nagyon szeretem, mert tényleg táplál, jó utána érezni az illatát, és puha tőle a bőröm, és a körömágy bőrömet is felpuhítja, ami nagy szó nálam egyébként. Egy hajápolási kedvenc is van, de csak egy, most samponban nem varázsolt el úgy különösebben semmi. Ez a Tony & Guy Casual Sea Salt Texturizing Spray, kedvenc hosszú nevű termékem, amely tengeri sós permet tulajdonképpen, és lakhatalom Egginek köszönhetően két példányom van belőle, mert neki is járt ez a Pixi Boxban, de neki nem vált be, és elküldte nekem, úgyhogy innen is köszönöm még egyszer. Jelenleg is ez látható egyébként a hajamon, tehát hogyha valakinek van alapvetően természetes göndörség a hajában, ezzel tökéletesen elő lehet hozni. Az illata is kellemes, a haj utána egy picit ilyen keményes lesz, mint hogyha le lenne lakkozva, de másnap simán kifésselhető, és akkor teljesen sima hullámos hajat kapunk ismét. És az utolsó kedvenc a random kedvencek között a Body Shop-nak a lime virágos vaníliás gyertyája. Ezt én ugye kifutó akcióban vettem 2100 forintért, hogyha jól emlékszem, viszont most láttam, hogy ismét lesznek gyertyáik, és nagyon tudom őket ajánlani. Ez a gyertya ugye idáig volt, mint láthatjátok, teljesen egyenletesen szépen ég lefelé, és még az üvegnek az oldalára is a nagyja elég.
egy textilkalóc van benne, amely miatt ugye nem fog eltörni, és esetleg nincs az a helyzet, hogy nem tudjuk újra meggyújtani a következő alkalomnál. Az illata rendkívül jó, visszafogott illat, egy vaníliás sütemény illata lenged, ez nem olyan aktív módon, mint mondjuk a Breeze-nek a Glade gyertyái esetében, hogy tényleg illat vagyok, és akkor üvöltök, hanem valamilyen sejtelmes, kellemes, krémes illatról van szó. Úgyhogy ha valaki kedvel az ilyen jelleget, hogy tényleg ilyen kellemes otthon illatot kölcsönözne a lakásnak, akkor nagyon tudom ajánlani ezt a terméket, illetve ebből kifolyólag remélem, hogy az új gyertyáik is ugyanilyen jók lesznek. Ennyi volt tehát a testápolás és egyéb kedvencek erre a hónapra. Remélem, hogy tetszett nektek a videó. Hogyha bármilyen kérdésetek van a termékekkel kapcsolatban, akkor jelezzétek kommentben, illetve továbbra is várom esetleg a tusfürdő tippeket, hiszen tudjátok, hogy tusfürdőmániás vagyok. Legyetek jók, és gyertek a blogra is. Sziasztok!